Az idei október 23-ai ünnepségek nem a szabadságról és a megbékélésről szóltak, sokkal inkább a vidék főváros ellentét felkorbácsolásáról. Reggel még a hagyományoknak megfelelően zászlófelvonással indult az évforduló, délután azonban már elkezdődtek a politikai üzengetések. Orbán Viktor miniszterelnök kordonok mögött válogatott közönség előtt mondott beszédet Veszprémben, az eseményre csak a közmédiát engedték be. A kormányfő azzal kezdte, hogy október 23-a nem csak a budapestiekről szól, hiszen a veszprémiek napokkal korábban felkeltek. Ezek után egyszerre vette célba az ellenzéket és a nyugati világot mondván, ma már nem a tankok gurulnak be keletről, hanem a dollárok gurulnak be nyugatról. Szerencsére Brüsszel nem Moszkva. Moszkva tragédia volt. Brüsszel csak egy rosszul sikerült kortárs paródia. Eközben a fővárosban kulturális programokkal és fényfestéssel emlékeztek meg a szabadságharc 67. évfordulójáról. A civil szervezetek délutára időzítették közös demonstrációjukat. Mind a hősök terén gyűjtötték össze szimpatizánsaikat. A megmozduláshoz ukrán menekültek is csatlakoztak. Az ukrán Bogdán 4 éve él Magyarországon, és a háború kirobbanása óta segíti honfitársait. Szerinte sok közös van a magyarokban és az ukránokban, hiszen mindkét népnek a hazáját, a szabadságát, a családokat kellett megvédenie az oroszoktól. A diákszervezetek egy alternatív, hétigenesnek nevezett népszavazást is indítottak, amely elsősorban a tanári életpálya javításáról szól. A hősök terén kígyózó sorokban százak várták, hogy aláírhassák az íveket. A hétközben az egyik ugyanaz a fizetésekről szól, ennek az lenne az első lépés. Hát egy jó munkahelyen az első lépés a jó fizetés, minden más utána jön. A tüntető tömeg egy örök mécsest szállító Csepel teherautó felvezetésével vonult át az oktogonra. Útközben megállt a Kölcsey Ferenc gimnáziumnál, ahonnan első közbocsátottak el tanárokat, amiért sztrájkkal tiltakoztak a státusztörvény ellen. A tüntetőket az háborítja fel, hogy Orbán Viktor és kormánya elárulta 56 szellemiségét. Nem csak az orosz érdekeket képviselik az ukrajnai konfliktusban, de a régi fiatal demokraták már nem foglalkoznak a fiatalok jövőjével. Hazug média, kiabálták többen a sorban, sőt az állami tévé riporterét is leöntötték. Majd Pankotai Lili ellenzéki aktivista a Hír TV újságíróját megafonba kiabálva nevezte propagandistának. Az oktogonon felállított színpadhoz egy 50 méter hosszú piros-fehér-zöld lobogóval érkeztek meg a demonstrálók. Egy kis közös éneklés után roma aktivisták, az akugyár építések károsultjai, Iványi Gábor támogatói és természetesen tanárok is felszólaltak. Olyan helyzetet hoztak létre a többiek kirúgásával, hogy kénytelen voltam felmondani, pedig szeretek tanítani. Az eltanácsolt pedagógusok figyelmeztettek, ha a kormány továbbra is rendőrökre és pártkatonákra bízza az oktatást, akkor össze fog omlani a rendszer. Kezdtek olyan tanárok is gimnáziumban oktatni, akiknek nincs feltétlenül olyan diplomájuk, szóval ez hiányzik mindenképpen, meg már sok tanár is tanít, akik már nyugdíjazva lennének. A köztársaság ünnepe. Végezetül a megmozdulás életre hívója Karácsony Gergely köszöntötte a tüntetőket. Budapest főpolgármestere szerint most azért rosszabb a helyzet, mint 56-ban, mert ma már nem bíznak annyira egymásban az emberek, hogy felmerjenek lázadni. Ma az állam a köztársasága helyett egy részvénytársaság. A közérdeke helyett a magánérdeket képviseli. Az állam oda nyomul be, ahol semmi keresni valója, és kivonul onnan, ahol dolga lenne. A főpolgármester azzal zárta sorait, hogy Budapest az utolsó szabad város. Ezzel végérvényesen szétválasztva az ellenzéki fővárost és a Fideszt támogató vidéket.